Brutálisan magasak az ingatlanárak Budapesten. Ezért nem kicsit örültem, hogy találtam egy Dunaparti, Dunára néző ingatlant, ami pont kijön a pedagógus fizetésemből. Végre nem kell osztozni a szobatársakkal. Kicsit hangos, de legalább könnyű tisztán tartani. Télen ugyan kicsit hideg, de van házi pálinkám. Ami miatt igazán megéri, az a társadalmi megbecsülés. 5 év egyetem, elbölcsészkednek, utána meg felügyelik a gyerekeket 8 órában. Én az ilyeneket elküldeném a gyárba dolgozni. Ság már csak 3-assal vagy rosszabb jeggyel mennek tanárnak. Mit pattognak a tanárok? Mondjál már még egy szakmát, ahol 3 hónap fizetett szabadságot kapnak. Legyél tanár! Léci, gyere tanárnak, kurva jó lesz. Stam, mit tanítasz? Ja, én nem vagyok tanár, csak a casting ügynökség szólt, hogy van ez a reklám, úgyhogy... És akkor miért nem rendes tanárokkal veszük róla? Nem tudom. Azt mondták, fiatal arcot kell lenni nekünk inkább.